miért is van szükség a közhiteles címregiszterre. És hát láthatják önök, hogy jelenleg 300 különféle nyilvántartást vezet a közigazgatás, ez egy elrettentően nagy szám, amelyeknek a nagy részében szerepel valamilyen címadat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezzel sem árulok el nagy titkot, sajnos ez a közigazgatás sajátossága, meg a saját szerves fejlődése és ennek a sajátossága minden egyes ilyen nyilvántartásnál, hogy nincs egy közös szempontja ezeknek a címeknek, címadatoknak, adatbázisoknak, tehát a maximum a véletlenen múlik az, hogyha ugyanazok az adatelemek legalább megtalálhatóak ezekben a különböző adatbázisokban. Gyakorlati problémákról beszélnék. A képen látható egy olyan kicsit lepusztult, de szép épület, amelynek több közterületre nyíló oldala van, és több bejárata, valószínűleg több lépcsőháza, és számtalan címe van. Hát ezek, ha megnéznénk, hogy különböző nyilvántartásainkban mennyire pontosan regisztrálódnak, akkor valószínűleg nagyon nagy katyvasz lenne. Itt van az egyik kedvenc helyszínem, kerületemből. Ez a Koronafürt utca és a Májusfa utca sarkán lévő épület, amely egy sarok épület, és a kapu bejáróra, a sarokra van helyezve, amit ma ugyan már az építési eljárás nem tesz lehetővé, de régen még a 20-as években erre minden további nélkül lehetett egy ilyen szép szecessziós villát felépíteni. És látszik, hogy az egyik kapu bejáró oszlopon az van, hogy Koronafürt utca 31, helyrejelzi szám 105.900, másik oszlop az május valami, le van meszelve a tulajdonos valószínűleg lemeszelte, 5, helyrejelzi szám 105.900. Május Fa utca volt egyébként a régi neve, hogyha most le tudnánk gördíteni itt a képet, akkor talán ha visszamegyek, akkor talán jobban lehet látni. Itt ez Május Fa utca. Most el lehet képzelni, hogy ez különböző nyilvántartásokban milyen variációkban szerepel. Legalább két olyan közhiteles nyilvántartásunk van, ami kvázi közhitelesen tartalmazza a címeket. Az egyik az ingatlan nyilvántartás, a másik a személyi lakcím nyilvántartás. Ezek viszont nem teljesen fedik egymást, és valószínűleg a valóság még ettől eltérő. Az lenne jó, hogyha a közhiteles címek a valóságot fednék, és mind a két közhiteles nyilvántartásunk ugyanezeket a címeket tartalmazna, és ebből terjednének tovább a többi állami nyilvántartásokba a pontos, helyes címek. Jelen pillanatban önmagában cím nem létezik, valaminek van címe, egy cég székhelyének, vagy egy természetes személy lakcímének, vagy valamilyen objektumnak van címe, szeretnénk, hogyha ettől elválna, tehát a cím önmagában is létező fogalom, és amikor elválasztottuk, akkor ki kell tisztítani ezt az adatbázist, ez legalább három adatbázisra alapulóan történne meg, algoritmikus, félalgoritmikus és utána manuális módon, és utána lenne egy ősfeltöltésünk, ami hozzávetőlegesen reméljük a címeket körülbelül 95-97%-os pontossággal tartalmazná. Ez a cím nyilvántartás nem teljes körül, de ennél még van egy lényegesen fontosabb és hát mondhatni súlyos problémája is a nyilvántartásunknak, mégpedig az, hogy ebből a nyilvántartásból adatokat szolgáltatunk, méghozzá nagyon fontos közszereplőknek, illetve közhiteles nyilvántartásokat vezető szerveknek, úgy mint az APEC, illetve hát most már NAV, úgy mint az OEP, nyugdíjfolyósítás és társadalombiztosítás és a többi. Ezek a címek tehát megjelennek más közhiteles nyilvántartásokban is, ami azt jelenti, hogy ha nálunk nem helyesen szerepelnek, akkor ott sem fognak helyesen szerepelni, vagy azért, mert tőlünk veszik át közvetlen adatátadása rendszer-rendszer kapcsolatban, vagy azért, mert azokból az okmányokból kerülnek bele ezekbe a nyilvántartásokba, amely okmányokat mi, vagy az általunk ezzel megbízott hatósági ügyintézők adnak ki. Ugye ez a lakcímkártya néven ismert okmány, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány. Ez szinte minden eljárásban szükséges bemutatandó okiratként szerepel, és az ott szereplő adatot hát addig közhitelesnek kell elfogadni, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják. Tehát így mondhatni terjed a cím,
hát amikor az egy rossz cím, akkor sajnos a rossz címként. Bízunk abban, hogy ez a megoldás, amin most dolgozunk, ez már ugyanezen a terjedési láncon a nagyon jó, helyes adatokat fogja a közigazgatás szereplői felé továbbadni. Ha a közhiteles címregiszter létrejön, akkor a jogalkotási terveink szerint legalábbis a norma javaslataink erről szólnak. A közhiteles címregiszter fogja karbantartani a személyadat és lakcím nyilvántartást, mint etalon nyilvántartás, mármint a közhiteles címregiszter. Ebből az következik, hogy magából a közhiteles címregiszterből nem történik tömeges adatszolgáltatás, mert azt majd a személyadat és lakcím nyilvántartás, illetőleg az ingatlan nyilvántartás fogja megoldani. Az közhiteles címregisztert úgy kell elképzelni kis túlzással, mint a Párizsban üvegbúra alatt lévő méteretalont. Az van, az mérvadó, azt időnként hitelesítik, és ő mondja meg, hogy mennyi a méter igazából. Mi kizárólag tudástöbletet próbálunk ehhez hozzáadni. Nyilván a szakmai tartalomnak, illetve a kodifikációnak az irányítása az nem minket terhel, és nem a mi feladatunk. Ezen kívül adatelemzés és adattisztítás szakértő közreműködést végzünk a projektbe, és megint szeretném itt hangsúlyozni, hogy ennek a biztos alapja és már meglévő rendszere egy egységes postai referencia címadatbázis. A kijelölt címek helyszíni bejárása, amit a kézbesítőink, illetve a kézbesítő ellenőreink tudnak végezni. Ezzel azokat az anomáliákat és azokat a hézagokat, amiket az előzőekben említett összevetés kapcsán tapasztalunk, ezeket még egyszer meg tudjuk nézni a valóságban, és fel tudjuk tüntetni azt, hogy a kézbesítőink mit látnak ezzel a témával kapcsolatosan. Az első nagyon fontos feladat, ugye a FÖMI-nek nem csak szakmai, tehát nem csak földmérési, meg ingatlan nyilvántartó kapacitása, hanem komoly informatikai fejlesztési kapacitása is van, és ugye ránk hárul az, hogy a közhiteles címregiszter és az ingatlan nyilvántartás közötti informatikai kapcsolatot létrehozzuk, ugye ez az adatbázis tervezés, interfész fejlesztések, hasonlók, nem szeretnék részletesebben belemenni. Ugye részvétel az adattisztítás, címfelmérés folyamatában, az egységes ingatlan nyilvántartás oldaláról, ugye ez is egy természetes kapcsolódó feladat. És ugye mi vagyunk azok, akik a közhiteles címregiszter térbeliségét megteremtjük valamilyen úton, módon. Azért meglehetősen kaotikus egy városon belül, egy településen belül is az elnevezések, és erre vonatkozóan is valójában a címek, a címhez kapcsolódó egyéb fogalmak, a házszámok, a név meghatározásoknak és a név azonosításnak más koordináták alapján történő meghatározása az valójában sürgető feladat, hiszen ma a GPS-ek világában is elég furcsa kalandokat élhetünk át, ha mondjuk időnként Sármellékre megyünk, ahol egy T alakú elágazásból kezdődik a számozás, és nem páros és páratlan oldalt határoztak meg egyes utcákban. Az önkormányzatok tekintetében leginkább útmutatásra van szükség a projekt végeredményeként, és ennek érdekében próbálunk együttműködni és segíteni a résztvevők munkáját a jövőben is. Nagyon fontos, hogy ki megy keresztül, ki az a jogilag felkészült személy, aki összegyűjti a címmódosítással kapcsolatos információkat a különböző szakhatóságtól érintett érdekelt felektől. Ez a jegyző jelen pillanatban. Ő neki lesz egy olyan adatfelvívő felülete, erről szintén ennek helyettes úr beszélt, amin keresztül eléri a közhiteles címregisztert, és bizonyos GDPR-en keresztül naponta a módosítások beíródnak a közhiteles címregiszterre, amelynek az üzemeltetője a KKH lesz.
Onnét viszont az éjszaka során a közigazgatási időn kívül, akkor pedig a szinkronizáció megtörtént két közhiteles nyilvántartás felé, az ingatlan nyilvántartás, a személyi lakcím nyilvántartás felé, és azon túlmenőleg pedig természetesen a posta és számtalan egyéb nyilvántartás felé ennek a módosulásnak, változásnak a terjedése megindulhat. Az lenne az egyik fő cél, hogy ne csak a közhiteles nyilvántartásokban legyen pontos cím, hanem az összes állami nyilvántartásokban vagy egyéb nyilvántartásokban is helyes címek szerepeljenek. Egy olyan algoritmus szeretnénk felépíteni, ami alapján ez a szinkronizáció, ez végbe mehet a közhiteles nyilvántartások felől. Az etalon nyilvántartás pedig ezt a két közhiteles nyilvántartást fogja kiszolgálni. Ők pedig, mint egy szolgáltató nyilvántartás, a további nyilvántartásokat. Ez egy ilyen adat továbbterjedési módszer, tehát amikor egy módosítás végbe megy, akkor aznak a módosításnak egy pontról kell indulnia, de utána pedig végterjedhet az összes nyilvántartáson. Lesz majd egy olyan jogszabályunk, ami a másodlagos adott hasznosítást szabályozni fogja, és természetesen nem az a célunk, hogy megakadályozzuk az adatoknak az áramlását, de abban az esetben, ha valaki tömeges adatlekérdezésben érdekelt, vagy a napi frissítésekhez is hozzá akar jutni, akkor nyilván annak lesz valamilyen szolgáltatási díj. 950 millió forintunk van erre a áró projektre. Több mint 80 fő vesz részt a projektben. Itt van egy jogi és egy műszaki munkacsoportunk, és ezen kívül nyilvánvalóan vállalkozók, minőségbiztosítás, projektmenedzsment, könyvvizsgáló kommunikáció, minden van. Nyilván ők a nagyon fontos, de a szükséges része az utóbbiak, akiket említettem. A legnagyobb munkát azt értelemszerűen a jogi és a műszaki munkacsoport végzi.